A most futó beruházások mi most az elsődleges célja? Elsődleges szempontja a beruházásnak a város belvíz veszélyeztetettségének a csökkentése volt. Melyek utca, melyek azok a gócpontok, melyek azok a csomópontok, amelyeket teljesen átépítünk? Hámán Kató utca, Munkácsi Mihály utca, ugye ezek természetesen egymásra épülő rendszerek. Kígyó utca, Kígyó köz, Kossuth utca, Dózsa György utca, Betlen utca. A város fő vízelvezető rendszerei, a nagyobb főgyűjtők, mint például a Virágoskúti csatorna, belső Magdolnairi csatorna. Ezeket hallva az ember bőven tud meg olyan utcákat felsorolni, ahol rendszeresen állni szokott a víz. Ott történő fog javulás? Természetesen ez az egész beruházás nem volt arra alkalmas, hogy az egész városban a belvízelvezetési problémákat megoldjuk, azonban igyekeztünk olyan pontokat kiválasztani, amiknek a javítása, illetve a belvízelvezető képesség növelése, illetve a jelen állapotban ugye ennek a javítása fogja orvosolni a problémákat egyéb területeken is. Vízgyűjtő területekre gondolok itt elsősorban. Természetesen a Munkácsy Mihály utcának a belvízelvezetése az nem csak a Munkácsy Mihály utcát fogja érinteni, hanem egyéb vízgyűjtő területeken is jótékony hatása fog mutatkozni. Az biztos, hogy ez a durván 16 kilométeres szakasz, amit ez a beruházás érint, az elég sokfajta technológiával épül. Mind okolja ezt? Figyelembe kellett venni a különböző árkoknak a szintjeit, hogy milyen mélységű árkot lehet kialakítani, illetve milyen vízhozam várható az egyes területeken. Ennek megfelelően három nagy csoportra tudnánk osztani ezeket a munkálatokat. Van, ahol zárt rendszer fog kiépülni, ezek természetesen felszíni folyókákkal valósulnak meg, vízgyűjtő szemekkel. Egyéb másik esetekben nyílt árkok fognak megépülni, ezeknek egy része csak iszaplanítás, mederprofilozás, illetve a megfelelő szinteknek a beállítása fog történni, illetve mederburkoló elemek elhelyezése is lesz. Tulajdonképpen ezek lesznek a nyílt, de burkolt csatornák, mederelemmel burkolt csatornák. A munkálatokat ennek a pályázatnak a keretein belül valamikor még a nyár végén, vagy talán inkább ősszel kezdték. A Fortuna most kegyes volt hozzánk, hiszen nincsenek akkora fagyok, hogy ne lehetne dolgozni. Viszont teljesen tisztán látszanak azok a problémák, amik menet közben felmerültek. Bizony, rengeteg helyen közműveket keresztezünk. Van, ahol a házakba befutó vizeket keresztezzük, és ugyanúgy keresztezzük a kifolyókat és a szennyvizeket. Nem mindenhol egységesek a szintek. Természetesen ez így van. A közmű szolgáltatókkal minden egyes esetben a kivitelező egyeztet, illetve a beruházó maga is, és megkeressük a megoldásokat ezeknek a közműnek a kiváltására. Természetesen nem minden közműnek egyszerű a kiváltása, vannak fagyra érzékeny és kevésbé érzékeny közművek, de nyilvánvaló, hogy bizonyos takarási mélységet mindenütt tartani kell, és ezt be is tartatjuk. Az elmúlt években, az elmúlt időszakokban megszokhattuk azt, hogy általában közmunkások takarították ezeket a csatornamedreket. Kisebb, nagyobb sikerrel, és volt olyan eset, magam is többször találkoztam vele, hogy a lakók nem mindig voltak elégedettek. De most nem ezeket az arcokat látjuk. Más embereket látunk az utcán, mint akiket korábban megszoktunk. Korábban közmunkások végezték az árok-takarítást több-kevesebb sikerrel, természetesen nem volt túl sok eszköz a kezükben. Jelen pillanatban pedig szakemberek végzik a megfelelő munkálatokat. A nyomvonalakat most műszerrel beszintesszik úgy, ahogy nagy könyvben meg van írva, hiszen 30 éve legalább nem történt ehhez hasonló mértékű beavatkozás a belvízvezető rendszerünkben. Szerintem valahol itt kell az egész probléma gyökerét keresni. Az a meglátásom, hogy van egy jól működő belvízelvezető rendszerünk, ami sajnos karbantartás hiánya miatt a feladatát nem képes megfelelően ellátni. Tulajdonképpen a jelenlegi pályázat keretén belül ezeket a problémákat akarjuk orvosolni, és természetes, hogy megfelelő műszerezettség mellett, illetve megfelelő szakember gárdával fog ez a munka megvalósulni, nem is lehet máshogy. A nehézségek azok mindenki előtt ismertek. Ha jól emlékszem, egy másik beszélgetés keretében már egyszer említettük, hogy a Dózsa György útnak a hosszába, a busz megállótól szinte a végéig, ha jól emlékszem, akkor valami 9 centi mindössze az esése. Ha ennyire kicsik az esések az utcákon, akkor nagyon-nagyon pontosan kell mérni. Erre alkalmazzák a megfelelő szakembereket. Nem várhatjuk el egyszerű közmunkásoktól, hogy ezt a szinteket be tudják állítani, de ellenben elvárható attól a jelenleg városban dolgozó szakembergárdától, akiket látunk az utcán. Azok a nyílt csatornák, amiket most helyreállítanak, vagy inkább újjáépítenek, azt hiszem ez a helyes megfogalmazás, hogy újjáépítenek. Ezek teljesen mások, mint az előzőek voltak. Idáig általában a körkeresztmetszetű nyomvonalakat preferálták. Korábbi technológiák mindenképpen, illetve a korábban az átereszek vonatkozásában találkozhattunk ugye a körkeresztmetszetű zárt mederelemekkel, most viszont ugye természetesen kapacitás növelés érdekében már a
szögletes keresztmetszetű mederelemeket használjuk. Mi ennek az előnye? Egyrészt takarítás szempontjából, karbantartás szempontjából mindenképpen könnyebb ezekkel. Üzemeltetés egyszerűbb. Igen, üzemeltetés mindenképpen egyszerűbb lesz, illetve minden mellett pedig nagyobb a vízszállító kapacitása is. Azt mindannyian tudjuk, érezzük, hogy amikor egyszerre egy óra alatt lezúdul 100 mm, vagy akár még több csapadék is, nincs ez a belvízelvezető rendszer, amelyik azt kezelni tudja. Ezt tudjuk. És mégis nem vigyázunk rá. Én emlékszem rá, hogy nem olyan túl régen egy ilyen vészhelyzet alatt, amikor láttuk azt, hogy a szakemberek kiszedtek egy ilyen fedett csatornarészből egy olyan körülbelül 6 méteres műanyag darabot, fóliát talán. Előtte volt egy kövérpet palack, talán még egy faág, és az a fél várost sikerült, hogy eldújítsa. Ezek előfordulnak tovább is fordulni? Természetesen igyekeztünk a problémákat kiküszöbölni, azonban teljes mértékben nem lehet megszüntetni ezeket. Nagyon fontos tudni mindenkinek, hogy az önkormányzat saját erőből bármilyen közmunkaprogram részvételével vagy segítségével sem fogja tudni 100%-os mértékben rendben tartani a csatornákat, azt mindenképpen a lakossága közösen kell. Nagyon fontos, hogy annyiban az esetben, hogyha az adott ingatlan tulajdonos az előtte lévő árok szakaszból a beleesett falevelet, ágakat, esetleg eldobott szemetet kiszedi, mindenképpen nagyban hozzásegíti a várost a stabil működéshez belvízelvezetés vonatkozásában.